Sziasztok! Ti mikor szoktátok kiültetni a paradicsompalántákat? A mai videóban megmutatom, hogy hogyan néz ki egy május másodikán kiültetett palánta, és az, amit tegnap, azaz május 20-án ültettem ki. Sokféle és több színű paradicsomot szoktam termeszteni. Az idén a költözés miatt nem volt olyan jó helyem a palánta neveléshez, mint korábban, és április közepén még nagyon kicsik voltak a palántáim. Nagyon meg is nyúltak. Ismerősöktől kaptunk fólia vázat és fóliát, amiből felállítottunk egy sátrat, ami április 19-én lett kész. Akkor még nem is gondoltam, hogy mennyi hasznát fogjuk venni. Áprilisban és májusban sem volt túl nagy meleg, így a fóliában sokkal jobban nőttek a palánták. Mivel az én palántáim még kicsik voltak május elején, így vettem két tő paradicsomot, hogy megnézzem, hogy mennyivel lesz előrébb, mint a sajátom. Mindjárt meg is mutatom, mi volt a tapasztalatom. A bal oldali az én palántám, amit volt a fóliaházamban, a jobb oldali pedig a vásárolt, amit kiültettem. Tehát látjátok, kétszer akkora volt körülbelül a vásárolt palánta, mint a sajátom. Május 17-én a kiültetett palánta így néz ki. Szerintem semmit nem nőtt, sőt elég csúnya színe is van. Nem szerette a hűvös időjárást, emiatt valószínűleg nem úgy tudta a tápanyagot felvenni a talajból, mint ahogy kellett volna. Emiatt lett ilyen csúnya színű a levele, ezt amúgy ki fogja heverni, de igazából semmivel nem leszek előrébb termést illetően, hogy korábban kiültettem. A saját kis palántám, ami pedig fűtetlen fóliasátorban volt eddig, az nagyon szépre megnőtt itt, ahogy látjátok, utal érte azt, amit már korábban kiültettem, pedig mennyivel kisebb volt. Nagyon szép erőszára van, és szerintem gyönyörűen néz ki. Ma kiültetett palánta is ki fogja heverni a hideg időjárást, hiszen már hozza az új leveleket is, amik szépek, de nem hiszem, hogy korábban lesz rajta paradicsom, mint a sajátomon, szerintem inkább később. Ha érdekel benneteket, akkor majd beszámolok az eredményről. A szomszédom már áprilisban kiültette a paradicsom palántáit, és mikor éjszaka csak egy-két fok volt, akkor neki nagy része tönkre is ment. Ezért szerintem teljesen felesleges sietni a palánta neveléssel, vagy pedig a palánta megvásárlásával. Az idén március 13-án és április 13-án vetettem magokat, és a későbbi vetés is már kiültethető. Igaz, nem olyan nagyok, mint a korábbi vetések, de igazából így egy hét eltéréssel szerintem azok is teremni fognak. A későbbi vetésnek az az előnye, hogy ha ablakpárkányon nevelkedik a palánta, akkor már több fényt kap, mert hosszabbak a nappalok, vagy pedig érdemes odafigyelni arra, hogy ha kevés a fény, akkor ne legyen túlságosan fűtött a ház sem. A palántákat úgy kell kiültetni, hogy mélyebben legyen földbe téve, mint a pohárban volt. Egész az alsó leveleig le lehet ültetni, ugyanis a földben lévő száron is gyökérzet fog majd fejlődni. Egy hónapja tűzdeltem szét a palántákat, gyönyörű gyökérzete lett, ahogy itt látjátok, nagyon szép, erősen megnőtt. Ültetés előtt érdemes a palántákat szoktatni a külső időjáráshoz, főleg, ha kisebb palántákról van szó. Nálam éjszaka is nyitva van a fólia ajtaja, hogy a hűvösebb estéket már teljesen megszokták a palánták, így én emiatt nem is fogom őket így szoktatni az időjáráshoz, szerintem jól fogják bírni majd a kiültetést. Itt a fóliában láthatjátok az egyik kis barátomat, vannak többen, nagyon szeretik a fóliának a melegét és a párás időjárást. Van kedvetek, írjátok meg, hogy ti mikor szoktátok elvetni a paradicsom magokat, illetve mikor szoktátok őket kiültetni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!